Ajtó a Kossuth tér alatt. A parlamentbe vezet a látogatóközpontból. A föld alatti alagutakról a Steindl Imre program vezetője beszélt a Kossuth tér átadásakor 2014-ben. A három föld alatti folyosó van, amik bemennek a parlamentbe, tehát mondhatom azt, hogy a parlament északi falát három helyen ütöttük át. Most a déli falát is átütik, legalább egy helyen. Ugyanis újabb alagút fut majd a 2014-ben felújított Kossuth tér alatt. Innen a volt Metesz székháztól indul, és a parlament egyik belső udvarában ér véget. Az építkezéshez fel kell bontani az alig két éve elkészült tér egy részét is. Az alagutat ugyanis nem fúrják majd, hanem úgynevezett nyíltárkos munkával építik. Az engedélyt már két éve megadta a belvárosi hatóság, de az építkezés még most sem kezdődött el. A 70-es években épült irodaház átalakítását tavaly jelentették be. Akkor mondták el azt is, hogy az országgyűlés hivatala költözik majd az épületbe, vagyis az ott dolgozóknak építik a föld alatti átjárót. Kíváncsi voltam, mekkora távolságot kell megtennie a dolgozóknak, hogyha az országgyűlés új irodaházából a parlamentbe akarnak átsétálni, ezért lejártam a távolságot. Nem több, mint 100 lépés, és nagyjából 1 perc. Kerestük az országgyűlés hivatalát, de egyáltalán nem reagáltak. Az Indexel azt közölték, hogy azért van szükség a két épület közötti alagútra, hogy a jövőben a földfelszíni beléptetést akár meg is lehessen szüntetni, ha biztonsági okokból erre szükség lesz. Hozzátették, az alagút megkönnyíti a képviselők és az országgyűlésben dolgozók munkáját is, mert így nem kell naponta többször is átesniük a biztonsági átvilágításon. Az Együtt szerint a jelenleg egyáltalán nem használt irodaház felújítása szükséges, az alagút azonban felesleges pénzkidobás. Ez csak arról szól, hogy 20-30 ember, akiknek naponta meg kell tenni ezt a 100 métert a két épület között, ezt kényelmesebben tudják megtenni. Maga a biztonsági ellenőrzés egyébként talán fejenként 15 másodperc, értelmetlen emiatt 3 év után ismét feltúrni a Kossuth teret és sok 100 millió forintot költeni erre. Azt, hogy mennyibe kerül majd az építkezés, és hogy pontosan mennyit költenek az alagútra, nem lehet tudni. Az irodaház 2018 második felére készülhet el.